szeretném kezdeni a Twitteren promózásával, ugyanis alig követtek 25 ezeren. Tessék szépen követni, mint például ilyen fontos infokért, mint például, hogy mit tud az új operáció. Ezt így kitviteltem vasárnap este, és reggel is, mert hétfő reggel is, mert hogy fáradt voltam. De a lényeg, hogy itt van az új operáció, a Vector Glare, ami május 24-én, azaz már tegnap este megjelent a Tesseron, június 7-én fog megjelenni az éles szerveren, addig lehet egyébként nyomni a Battle Pass-t, tehát most nem zárják le sokkal hamarabb a Battle Pass-t, úgyhogy ne felejtsétek majd elnyomni, úgyis halmozódnak a challenge-ek, szóval simán ki tudjátok százashozni a Battle Pass-t, hogyha szeretnétek. Itt van az új karakter, ő a Sense. Nagyon király koncepciós művek készültek egyébként róla. Nekem, megmondom őszintén, jobban tetszett, ahol nem mutatták az arcát, de úgy néz ki, hogy ez nyert el a tetszését a fejlesztőknek, a dizájnereknek. Így néz ki. És kaptunk vele egy új fegyvert, dobtáras ez is. Dobtáras ez is. Szóval, ja, ilyesmi a karakter egyébként. És, hát igen, egy speedes, három armoros, azaz 3 HP-s. Jó lassú lesz, de cserébe ott van a menő gadgetje, amit már is mutatok nektek, hogy milyen. A 417 egyébként a másik puskája, aki nem látta volna a képet. Tehát itt a gadgetje, ez ilyen guruló projektor rendszer, 11 métert gurul, és 13 másodpercig aktív. Ezt úgy kell elképzelni, hogy eldobod, és így pattoghat. De majd ki is fogjuk próbálni a játékba, hogy milyen. De a lényeg, hogy ez egy guruló projektor rendszer. A Valikából ez a skill, ez ismerős lehet. Szféra Karcol azt írja, hogy a Phoenix, lehet, hogy ő egyébként. Azt tudom, hogy van ilyen képesség a Valikában, hasonlóan is néz ki, mind szintben, mind tudásban. Csak ott nincs megmagyarázva, úgyhogy ez egy guruló projektorrendszer. Itt meg van magyarázva, mert ez egy realisztikus taktikai lövölde, ugye? Igaz? Igen. Jó. Mi van még itt? Igen, hát így néz ki. Ez a kis kütyű, amit nem láttuk a fejem miatt, ez így kinyílik, és akkor onnan jönnek ki a kis projektorok. Tehát ez itt gurul, és így dobálja ki a projektort magából. Ja, hogy a Phoenix a Valorantból úgy néz ki. Ja, értem. Látjátok? És akkor ez a kis kütyű, ez így kigurul a kerékből, kipottyan a kerékből, ez, és ha kinyílik, akkor pedig így néz ki. Természetesen ilyen nem nagyon van, hogy csak egy aktív, tehát ez a kép, ez csak így azért van, hogy elképzeljétek, hogy hogyan működik. Hogy így kiesik a kis kerékből, kinyílik, de ebből sok van egymás mellett, ezért lesz átláthatatlan, tehát hogy nem átlátható ez a fal. Kivéve Vardennek és Glaznak, mert ők átlátnak rajta, ugye Varden felveszi a szemüvegét, és ő átlát rajta, Glass pedig, amikor aktív lesz a szkópja, akkor ő is átlát rajta, mint a füstön. Úgyhogy Vardennek most gondolom sokan lesznek így a Tesseron, én is majd azt fogom hozni, hogy így megmutassam nektek ezt a képességét. A mute, ha egy mute device teszel egyébként ennek a körzetébe, akkor kikapcsolja azokat a blokkokat, tehát egy ilyen blokkot, amit érint a mute eszköze, azt így kikapcsolja. Ha a mute-nak a kis routerét elpusztítjátok, akkor a fal újra be fog kapcsolni. Ez klasszikus, minden elektromos eszköznél ez így működik. Az EMP hasonlóan hat rá, hát most nyilván nem a Thatcher gránátra gondolok, hanem a Bulletproof kamera lövésére, tehát az ugye ki tudja kapcsolni.
A Maestro kamera is egyébként átlát rajta. Robbanással el lehet pusztítani. Én hallottam, olvastam, értettem egy olyat, hogy kilőhető ez a kis kütyű, de ebben nem vagyok biztos, úgyhogy ebben majd ti kisegítetek, hogy ez most hogy van. Tehát egy ilyet ki lehet lőni, és akkor az az egy blokk elpluszul, a többi meg úgy fönt lesz, és úgy még ott lesz a fal, nem tudom, ezt annyira nem értettem, de lehet, hogy a kilövés alatt azt értették, hogy ezt az eszközt lehet kilőni. Nem tudom, ez most nekem olyan nagy kérdőjel, de mondom, hát ha ti hallottatok valami ilyesmiről, vagy próbáltátok, ezt annyira nem értettem. Rizsi azt mondja, hogy ezt nem lehet kilőni. Akkor jó. De robbantani ki lehet, de a robbantással se tudom pontosan, hogy mi az, ami elpusztítható. Tehát, hogyha robbantok, akkor csak ez az egy blokk, vagy meg a robbanás hatós ugarába tartó blokkok pusztulnak el, vagy a teljes fal. It fills you with determination. Úgyhogy az Impact, a C4 és egyéb robbanások hatnak erre a falra, de hogy pontosan hogyan, azt nem vágom. Ha ti tudjátok, nyugodtan elmondhatjátok így közben, de ezeket majd ki fogjuk próbálni, hogy mégis hogy működik. Losi, közben nagyon szépen köszönöm a támogatásodat, mint feliratkozott vadászok, peregjenek a szvegek. Ennyit erről a gadgetről. Át lehet rajta sétálni, át lehet rajta lőni. Ilyen ez a cucc. Érdekes lesz. Nekem már kicsit futurisztikus ez a karakter gadget, de lehet, hogy csak én vagyok túl öreg, hogy elfogadjak egy ilyen jellegű változtatást a játékban. Na, következő érdekesség. Az új Team Deathmatch pálya. Hát ez gyakorlatilag az a neve, hogy Close Quarter. Quarter. Tehát gyakorlatilag közelharcok lesznek. Úgy van felépítve a pálya, hogy igazán jó Team Deathmatch legyen, és tudjátok gyakorolni a célzást. Szerintem ez az egyik legjobb dolog, ami jött ebben a szezonban, a másik pedig a shooting range, amit majd mindjárt megnézünk, de szerintem erre a Team Deathmatch-es pályára szükség volt azoknak, akik nagy mértékben szeretnének fejlődni, főleg a játékos óráik elején, mert erre szükség van, erre nagyon nagy szükség van. Az már más kérdés, hogy a kliens-szerver kommunikáció az milyen itt a Siege esetén, hogy mennyire lövöd el valakinek az árnyékát, de az kell, hogy le tud tartani az enemit különféle fegyverekkel. Úgyhogy szerintem erre a pályára szükség volt. Itt vannak egyébként a képek róla. Felülről, alulról, belülről, oldalról. Még kaptok ilyeneket. Itt nagyon megnézegethetitek ezt az új pályát. Úgyis meg fogjuk nézni, tehát hogy egy pár kör erejéig megnézzük ezt a Team Deathmatch-es pályát, az már más kérdés, hogy én itt mennyire fogok jeleskedni, de megnézzük. megnézzük. Reputációs rendszeren is, hát ezt már annyiszor emlékeztem ezt a reputációs rendszert, hogy ez mennyire menő, meg hogy már évek óta gyűjti az adatokat, meg ilyenek. Hát most úgy néz ki, hogy a Friendly Fire-ös trollokat jobban fogják büntetni, mert hogy nem úgy kapják a büntetést, hogy a következő fél órába, egy órába, 24 órába, egy hétbe valami gond lesz nekik, hogy mit tudom én, nem tudnak bemenni rendre, meg ilyenek, hanem hogy itt van. Hol is van? Igen, itt van. Tehát 20 meccses büntetést kapnak. Tehát a következő 20 meccsbe büntetik őket. Kíváncsi vagyok, hogy ez a büntetési rendszer, ez a reputációs rendszer mivel fogja magát kiforni, vagy mivé fogja magát kiforni. Ez egy csak olyan érdekesség, hogy így ilyen büntetést kapnak majd a rossz arcok.
Igen, meg valami új rendszer jön a meccs leállítására, amikor még ugye nem kezdődik el az első kör támadó része. Tehát a pre-phase alatt, előtt lehet kezdeményezni ugye a meccs leállítását, a match cancel-t. Hát itt valami új rendszer lesz, nem igazán értettem. A Ubisoftosok szeretnek különböző nemzetiségű embereket beállítani nyilatkozni, és amikor a Twitch live-ot nézitek, akkor nem biztos, hogy értetek mindent. De ez lehet, hogy azért van, mert én nem értettem, csak az én angol tudásommal van baj. Valószínűleg inkább az utóbbi. Úgyhogy én nem értettem, hogy mit akarnak itt a match cancellation-nel variálni, de ha ti tudjátok, nyugodtan elmondhatjátok. Most már a többség dönti el, hogy van remake vagy nem. Hát ez eddig is így volt, nem? Mindenkinek kellett az igenre szavazni, hogy legyen cancel? Aha. És a többség hogy van? 2-2-nél mi van? Viszont most jön a kérdés, mert nekem is volt már olyan, hogy megöltem például a társam Thorn tüskével, mert aktiválódott egy enemire, megkaptam a reverse-t, majd jött egy rosszul dobott granát, és jött is a ban. Ezek akkor kellemetlenebb szitukat fognak szülni? Persze ebből van a kevesebb. Megmondom őszintén, nem tudom, hogy ez hogy működik gép, ez a reputációs rendszer, de ennek ilyen okosan kéne működnie, nem pedig úgy, hogy ha történt csapattárs sebzés a meccsben, akkor büntetés a jutalmat. Tehát ezt nem ilyen nyersen kéne kezelni, hanem okosan. Tehát attól, mert valaki ott van a torny csapdát közelébe, és reverse friendly fire aktiválódik, érted? És mondjuk a társad gonosz, és azt mondja, hogy ez a gép, ez egy nagy szemét volt, akkor hát ennek nem így kéne működnie. Ha így működik, az szívás. Úgy vettem ki, hogy lehet arra szavazni, hogy cancel, például a csapattárs vesztés miatt megtörténik, ha a csapattárs visszatér a meccsbe, a prefészbe, akkor semmi se szavaz. Tehát ez eddig is így volt, nem? Lizsi azt mondja, hogy a nagy újítás az az, hogy a többség dönti el, de hát 2-2-nél mi van? Meg akkor eddig hogy lehetett leállítani? Szóval, hogy így nem igazán értem, hogy most mi a változtatás, de ti biztos megértettétek, én annyira ezt nem. 2-2-nél nincs cancel. És eddig 2-2-nél mi volt? 2-2-nél eddig se volt cancel? Vagy hogyha egy ember azt mondta, hogy legyen cancel, három meg azt, hogy nem, akkor nem állt le a meccs. Most meg már leáll. Szóval, ha kapsz egy hármas fogatot, és az egyiknek csak 2 percre megy el a nete, akkor ripsz. Ja? Hát nem tudom. Ez érdekes. Még mindig nem értem, hogy mi a változtatás, de lehet, hogy most még nekem nagyon reggel van. Bocsi. A másik érdekesség, ami a sok érdekesség közül, ami jön ebbe a szezonba, az az, hogy mindenki számára elérhető lesz a streamer mód, tehát mindenki el tudja rejtetni a third party overlay-ek és alkalmazások elől a statjait, illetve azt, hogy ki is ő valójában, ahogy azt én is tettem. Tudjátok, Aimgad a nevem, és így nem tudják, hogy én vagyok a Jántör. Persze én tudom magamról, hogy én vagyok, meg a társaim is tudják magamról, hogy én vagyok. De aki nem tudja, hogy én mivé nevezem magam, akkor nem ismernek fel. Ez jó azoknak, akik nincsenek benne abba a programba, amiben én is, hogy így előre beaktiválták nekünk ezeket a dolgokat. Szóval ez a kisebb streamereknek, illetve azoknak, akiknek olyan nevük van a Uplay-be, amit szégyelnek, át tudják nevezni magukat. Át tudják magukat neveztetni a játékba. Illetve ez kibővült olyan extrával, hogy át tudod neveztetni a többi játékost, mindenkit kivéve a squadodat és az ellenségeidet.
ilyeneket lehet csinálni pluszban. Én szégyellem, szóval átnevezem magam szarevőre. Oké. Oké, megszor. Na, mondtam, hogy két nagyon, nagyon jó dolog jött a szezonba. Az egyik ugye ez a Team Deathmatch-es pálya, a másik pedig a Shooting Range. A Shooting Range fogalma az szerintem ismerős lehet már egy-két játékból. Ha már a Valoranthoz hasonlítottuk az új operátor képességét, akkor a Valorantban már van ilyen Shooting Range a beta óta, ha jól tudom, az nekem amúgy nagyon-nagyon tetszett, és örülök, hogy itt a Siege-be is jött ilyen. Úgyhogy meg tudod nézni, hogy hol sebzed meg az ellenfeledet, melyik testrészén, és ez látszódik is itt. Mennyi sebzést kap abból, hány találat volt abból, abból mennyi sebzés jött ki. Látjátok itt, hogy 5 találatból 90 sebzés. És be tudod állítani, hogy 5 méterre, 10 méterre, 20 méterre, vagy 30 méterre legyen a dummy. Mit csináljon, álljon, googoljon, hasaljon. Úgyhogy ilyeneket tudsz az egyik lényén állítani a shooting range-nek. A másik lényén pedig itt van ez a céltábla. Itt meg tudod nézni, hogy mennyire vagy pontos. És ezt is tudod állítgatni, hogy milyen messze legyen. Úgyhogy jelenleg ilyen a shooting range, a későbbiekben bővíteni fogják több móddal, tehát több lénnel. Szintén azoknak jó, akik szeretnének sokkal-sokkal jobban lenni, átlag játékosok ezt úgyse fogják használni. Külön érdekesség, hogy minden operátorral játszható, minden fegyverével, tehát hogyha menet közben fegyvert akarsz váltani, azt meg tudod tenni, ha operátort akarsz váltani, azt is meg tudod tenni, nem kell újra indítani itt ezt a shooting range-es módot. Ha bejössz, akkor úgy váltasz, ahogy csak szeretnél, tehát hogy sokkal kényelmesebbé tették a tesztelési lehetőséget. Jó. Aztán Operation Guide, vagy Operator Guide, vagy nem tudom, hogy mi, Guide-oknak, az biztos, Guide-oknak nevezik ezt a funkciót. Operator Guide-oknak is, meg nem csak Operator Guide-oknak is, hanem majd meglátjátok, hogy miknek. Ha esetleg nagyon kezdők vagytok a játékba, akkor megtudhatok információkat arról, hogy hogyan lehet használni az operátorok képességeit kis leírással. Illetve nem csak operátor képességet, hanem gadgetet is, meg azt is, hogy hogyan kell használni a drónokat, a kamerákat, a reinforcementet, hogy milyen lehetőségek vannak a játékban. Még az is ide van írva, hogy 10 reinforce-szal kezd a védőcsapat, és ez egy limitált resource poolból megy, ami meg van osztva a védők között. Kíváncsi vagyok, hogy ezt így mennyire fogják használni az emberek, és hogy mennyire fogják frissíteni a fejlesztők. Ugye, hogyha bevezetnek egy ilyen guide rendszert, akkor ezt nagyon karba kell tartani, főleg, hogyha bent van a játékban. Ezekről az ilyen plusz infókról annyi, hogy hát a Siege-es alapoldalt is alig frissítik az operátor, a jelenlegi operáció információin kívül, úgyhogy én nagyon-nagyon bízom abban, hogy ez a guide rész ez nem lesz elhanyagolva változtatások esetén, és hogy tényleg nagyon hasznos lesz a kezdő játékosoknak. Így van, nem a Wikipédiáról, meg ilyen-olyan oldalakról kell megtanulni a játékkal játszani, hanem benne lesz a játékban. Igen, ez amúgy egy tök jó dolog. Én örülök neki. Nehéz elképzelni azt, hogy valaki most kezd bele a játékba, nem kizárt, de biztos, hogy nincs egyszerű dolga. Egy apróság, főleg azoknak, akik érzékenyek erre, teljesen kikapcsolható a képernyőn
az, hogy a robbanás okozta rázkódás. Teljesen kikapcsolható, de lehet mérsékelni is. Látjátok, ott off, lehet offolni, az alapbeállítás, és van a médium, amikor nem rezeg annyira, remeg annyira a képernyő, úgyhogy még ilyet is hoztak. Esport oldalon, ami szerintem nekünk annyira nem érdekes, de hát ha vannak köztetek esportolók, eltörölték a 3 hónapos operátor karantént. Ez azt jelenti, hogy játszottak majd új operátorral már akkor, amikor elérhetővé válik. Kérdés, hogy a szervezők, rendezők mennyire fognak ebbe a szabályba beleszólni, bár valószínűleg ez főleg a nagyobb eseményekre, az eseményeknek szól, amik ilyen hivatalos Siege-es események. Úgyhogy én ehhez annyira nem értek, és nem is tudom, hogy ez mivel fog járni, hogy új operátorral is tudnak játszani. Abban bízom, hogyha e-sportolók játszhatnak majd új operátorral, ami nem annyira balanszolt, akkor talán ennek hatására jobban fogják balanszolni átlag játékosoknak is hamarabb a nem balanszolt operátorokat. Gondolom én. Ebben bízom. Illetve most már be van kódolva a játékba az, hogy timeoutot tudnak kérni a játékosok, illetve azok, akik megfigyelő módban vannak a meccsben. De mondom, ez csak az e-sport részét érinti a Siege-nek. Tehát, hogy nekünk, plebejusoknak, átlag játékosoknak, casual játékosoknak, rendezőknek, árrendezőknek, terroriszthántozóknak, nekünk ilyen taktikál timeout az így nem lesz. Oké. Behoztak egy olyan programot, hogy ha meghívsz olyanokat játszani, maximum 4 ember, akik még nem játszottak a Year 7-ben, akkor kapsz jutalmat értem, ha lenyomtok 5 meccset. Itt vannak ilyen kis zacskók. Szerintem a 3. a legérdekesebb, mert az Exotic Skin, pedig Animal Skin, hogyha jól tudom, úgyhogy talán azért érdemes játszani. Hát, most így, nekem amikor megláttam ezt, rögtön az ugrott be, hogy akkor most mindenki a haverjának a smurfjeivel fog játszani. És mennek majd a számolások, hogy én játszottam már a 2. smurföttel, te játsz akkor a izé, és akkor a 3. smurfemmel meg a nem tudom kivel fogok játszani, és akkor hopp, már meg is van az egzotikus fegyverszkim. Bocsánat, tehát hogy nem ezért találták ki ezt a rendszert, hanem azért, hogy olyan játékosokat is visszahívjatok játszani, akik még ebben az operációban, ebben a hírben nem játszottak. Ugye erről van szó. Jutalom a vezetőnek ebbe a kis zacskóba egy írhatos operátorra, esetleg még neki nem lenne meg. Hát a vezetőnek miért ne lenne meg egy írhatos operátor? Mármint egy olyan játékosnak, aki visszahívja azokat a haverjait, akik már 1000 éve siege-eztek. Na mindegy. Jutalom a csapattársnak, akiket visszahívsz. Year 4-es vagy Year 5-ös operátor egy darab. Tehát, hogy ilyenek vannak, de hogy ezt hogyan kapja meg a társ, lejátszott 5 meccs után? Valószínűleg igen. Lejátszol 5 meccset egy emberrel, akkor zacskó, lejátszol még 5 meccset, akkor megint zacskó, még 5 meccset fegyverszkin, még 5 meccset a másikkal, akkor meg ilyen zacskó. Tehát ez gyakorlatilag renomé, ha jól értem, 3x20 000? Ja, valahogy így. Hát mondjuk lehet 25 is. Ha szerencsés, hogy akkor 25 ezeret kapsz. Tehát akkor ez sok renomé lesz annak, aki meghívja a haverjait, meg egy jó fegyverszkin.
returned. Ez szerintem hülyeség, mindenki off-olja, off-on fogja játszani a rázkodást, mert mindenki nehezíteni meg magának a játékot. Ennyivel erővel ki is vehették volna. Nem tudom, ezt miért így csinálták, Pocó, meg hogy ezzel milyen gond volt. Majd megnézzük, hogy milyen rázkodás nélkül játszani, meg milyen rázkodással. Ja, valószínűleg, hogyha kikapcsolod a rázkodást, sokkal könnyebb lesz. Mint amikor a Fortiba bejött az, hogy segítünk azoknak, akik kevésbé hallják a játékot azzal, hogy vizuálisan oda rajzolják a képernyődre, hogy honnan jönnek a hangok. Igen, 4 embert. Igazából többet is visszahívhatsz, de maximum 4-ért jár jutalom. Jó. Battle pointot lehet kapni? Francba. Azt hittem, hogy renomét. Jó, egy újabb kollab a Siege-től, Yakuzás kollab. Yakuzás témájú skinek jönnek Hibanára és Echo-ra, sőt, már jöttek. Tegnap este óta bent is vannak. Én nem vágom a Yakuzát, de City például biztos. És mondjuk el is felejtettem megköszönni a Hyphonat alatti támogatásokat, de majd mindjárt, ha ennek végére érünk. Szóval, hogy így Yakuzás skinek jöttek. Valakinek ez mond valamit. Általában ezek a együttműködéses skinek a licensz díjak miatt olyan árakban vannak, hogy egy elitet olcsóbban tudsz venni. Nem tudom, hogy ennél most mi a helyzet, de akinek bejön ez a skin, nyilván most mindegy, hogy mennyibe fog kerülni, megveszi úgy is. Mi van még itt? Tízeltek egy új Echo Elite-et, nem lennék meglepődve, hogyha már erről is lennének egyébként leak-ek. A baseball ütős Echo Elite-ről. Adri nagyon örült neki, mert végre nem a kukás zsákhajú Echo Elite-el, tehát hogy azt nem vette meg, és bízik benne, hogy ennek jobb lesz a haja. Nem baseball sapkáz, baseball ütős. Mondjuk lehet, hogy sapkája is van, azt így nem láttam annyira ki ebből a képből. Ilyen is lett tízelve így az operáció bejelentés végén, és amiről elfelejtettem majdnem twittelni, az, nem tudom, emlékeztek-e, hogy itt mondtam, hogy miért nem lehet azt csinálni, hogy 3 secondary gadgetet adnak az operátoroknak. Tessék. Tehát, hogy miért kell elvenni például a Gun 6 miatt egy SMG-t, vagy egy kis pisztolyt, amikor simán lehetne azt csinálni, hogy 3 secondary gadgetje van egy operátornak. Úristen, 3 secondary gadget. Ezt mondtam nektek szerintem egy éve, sőt, nem tudom, mikor kezdték el behozni a Gun 6-et, de hát ez egy fantasztikus dolog. Visszajöhetnek azok a fegyverek, amiket elvettek az új secondary gadgetek miatt. Hát nem nagyszerű hír. Elvettek, majd újra adnak, és most örülünk, hogy juhé, visszaadták! Szóval, ja, lesznek operátorok, akiknek 3 secondary, vagy annál több gadgetjük lesz. És ezeket még nem tudni, hogy kik lesznek pontosan, mármint a bejelentés pillanatában nem lehetett tudni, de valószínűleg azok, akiknél a Gun 6 ott volt. Itt például a Lion-t írták, az Amaru, a Glázis, ha jól tudom, bár annak nem volt Gun 6, a Tachanka, a Kali, ja, így ezeket mutatták a bejelentő videóban, de azóta már biztosan nagyobb rálátás van arra, hogy mégis kik kapnak 3 secondary gadgetet. Ja, Tachanka megkap egy B-ringet, igen. Glass kapott SMG-t. Na tessék. Kiadtad a legjobb változtatásokat. Mit hagytam ki, Rizsi? Hogy nincsen fink a nerf? Ja, értem.
Mert mi a gond egyébként a finkával? Én már nem vágom. De olyat kell visszahívni, aki még ebben a hírben nem játszott, vagy ebben a részben, amiben jön a késes falazós operátor. Nem, mert hirtelen nem értettem, mert később csatlakoztam be. Itt van. Itt van. Tehát a vezető, aki elindítja a meccset, és a játékos, akiket meghívsz, nem játszottak a Year 7-ben. A Year 7 pedig azt jelenti, hogy Year 7 S1 óta. Láttam amúgy, hogy írtatok olyat, hogy bejött az, hogy a a Rook Armor a Rook Armorral fel tudod szedetni magad, tehát hogyha fölveszed a Rook Armort, és lekerülsz a földre, DBNO állapotba kerülsz, tehát a Dead But Not Out, vagy nem is tudom, hogy pontosan mi az a rövidítés, de a lényeg, hogy nokkos vagy, akkor fel tudod szedni magad, hogyha van rajta Rook Armor. Na hát ez egy olyan dolog, hogy bent hagyták a teszten, majd gyorsan ki is vették a legelső tesztszerveres patchekkel, úgyhogy ez már nincs bent, és ez nem is fog jönni a Season 2-be, ezt majd valamikor be akarják hozni, vagy csak tesztelték az embereket, hogy ezt így, ennek így mi a fogadtatása. De hogy igen, láttam, hogy van ilyen, de ilyet nem akarnak hozni a következő szezonba. Mármint hivatalosan bejelentéssel nem akartak ilyet hozni. De ahhoz, hogy megkapd a rewardot, nem kell négy inaktív játékossal egyszerre lejátszani ezt, elég, ha egyesével. Hát, ezt annyira nem értettem, pocó. Tehát, hogy nem tudom, hogy most, ha négy inaktív játékossal játszod le, akkor most hogy kapod meg a rewardot? Lehet, hogy megkapod egyszer az összeset, vagy egyesével kell? Nem vágom. Mondom, négy rivaltot úgy kapott, hogy egy-egy játékos. Lehet, hogy akkor 20 meccset kell lenyomni, és nem elég ötször a négy emberrel. Jó kérdés. Jó kérdés, hogy ezt hogy találták ki. Reméljük, hogy erről majd lesz valami leírás, vagy valami magyarázat. Ha esetleg valamit nem beszéltünk át, srácok, nyugodtan szóljatok, hogy Jántör, Jántör, kimaradt. Na, ezt kell elindítanunk, ez a Ubisoftos, tehát a Uplay-es teszt kliensem, és most Vulkánnal fogom elindítani, mert általában a Vulkánnal gond szokott lenni, és most bízom benne, hogy most jó lesz. A Vulkánnal olyan gondom szokott lenni, hogy villog a képernyő a menüben, meg hogyha tabolok, meg ilyenek. Ha egyszerre lejátszod az öt meccset a négy inaktívval, akkor megkapod öt meccs alatt az összeset. Az menő lenne, de nem lennék meglepődve, hogyha 20 meccset kellene lejátszani egy-egy játékossal. Tehát, hogy egyel. Ez az, optimalizálja itt a shadereket, srácok, mindjárt megleszünk. Ezekkel a collab skinekkel az a baj, hogy nem lehet megismerni az operátort, a Resident Evil-ös Leon is vicc. De az menő, az nekem tetszik. A Vulkán olyan is marad, mert annak a lényege, hogy gyorsabb, de kevésbé stabil. Hát a Vulkánnak az a lényege, hogy krumplis számítógépen is elindul. És olyan teljesítmény van, hogy beszarás. Tehát a 1070-emmel nem tudtam a max grafikán futtatni a játékot 1440p-be, mert hogy nem volt meg a fix 120 FPS, a Vulkánnal meg úgy ment full grafikán a játék, hogy még közben elindíthattam volna jó párszor a játékot. Úristen, zacskót tudunk nyitni! Hát rögtön! Pff,
Premium snack. Rögtön. Rögtön egy legendás skin. Jó, hát én úgy érzem, hogy ki is játszottuk a játékot. Akkor most már mehetünk fortizni. Na? Nem tudom, észrevettétek-e egyébként, de amikor azt írja a Siege, hogy loading, akkor... akkor itt alul jelenik meg egy kis sáv, itt bal alul, és így az egész képernyőn átmegy. Hardware közelébb a vulkán, azt mondjátok? Na nézzük. A, hát a subtitle az egyértelműen kell. Push to talk, be van nyomva, FPS limitet. Ezt az FPS limitet, ezt csak a vulkánba lehet állítani, jól emlékszem, srácok. A királyság. Tényleg van ilyen Nvidia Reflex Low Latency, és ez is jó cucc. Latency Flash Indicator. Flash-eljen nekem? Hát azt szeretném. Én úgy tudom, hogy a sima DirectX-es verzióban FPS limit nincs, de lehet, hogy hülyeséget mondok. Texture Quality? Hát maxosra. Maxos. Csillogjon, villogjon. DLSS-t nem akarunk kérni. Nagyon jó. Jó. Jó, szerintem ezek a beállítások, ezek így megmaradtak. Reméljük, hogy... Jó, úgy néz ki, hogy a streamer módot, a beharangozott streamer módot itt nem tudjuk kipróbálni. Sőt, az sem, hogy elrejtjük az ellenséges játékosok neveit. Sajnálom. Ezt sajnálom. Jó. Shake, screen shake intensity. Na hát ezt most ki is nyomjuk, és akkor megnézegetjük majd, hogy milyen. Mi ez a chat assistance hint? Ja, hogy hogyan kell használni a chatet? Na, az nem kell. Azt emlékszem, hogy kipróbáltam egyszer, de nem kell. A render scalingem direkt van 25-en. Azért van 25-en, mert ne renderelje le sokkal durvább a játékot, hogyha elég a 2560x1440. Tehát ezt felrakhatom 100-ra, de akkor lerendereli a játékot 5120x2880-ba. Azt meg, olyat még nem akarunk. Nem próbáltam egyébként ilyen nagyon durva render scale-t a 100%-nál magasabbat. Biztos sokkal szebb a játék, de hát mondjuk a 3080 Ti-ja meg lehetne csinálni, de még egyelőre nem teszteltem ilyet. Itt egy kicsit túlcsúszott az, hogy new playlist available. Na nézzük az új operátor. Ja hát akkor a 25 az nem azt jelenti, amit kéne, a 100%-nak kéne. Na de ez nem százalék, testrészeim. Ez itt nem százalék. Ez csak egy... Az mondani, hogy 25. Nem 25%. 25. Hát az a 25, meg az meg lehet az uncia is, meg láb is. Tehát, hogy... Itt más a mértékegység. Ez egy más mértékegység, szférakarcoló. Na, 25 kis macska, tessék. Igen, operátort akarok nézni, csak eltérítettetek itt. Milyen jól néz ki amúgy. Ah, Zazaruni. Szóval, Sans. Mi a Sansim? Most már lehet mondani vicces poénokat a Sans-zel kapcsolatban. Nekem egy kicsit Lucio feelingem van amúgy ezzel az operátorral kapcsolatban, mármint így a stílusába, a mozgásába. Itt az új fegyver is, a POF 9. Ez pedig itt a Hybrid Charge, hogyha nem láttátok volna. Nekem a matek tanárom mondta mindezt, hogy mindig ezt, hogy a mértékegységre figyelni kell, mert lehet zsák krumpli is. Jó, felrakjuk az Emerald skint. Tehát, hogy azért kettő skinem van, az Emerald meg a Gold, mert 1000 éves
1000 éves egyébként a testszerveres accountom, és akkor még csak 2 darab univerzális skinem volt. Most az, hogy hogyan csinál valaki testszerveres accountot, azt gőzöm sincs, de emlékszem, hogy amikor nekem lett, akkor konkrétan le lett másolva az accountom. Tehát a rendes accountom testszerveresítve lett. És egy csomó R6 kreditet és egy csomó renomét is kaptam hozzá. A TTS szerverek csak a vásárolt DLC skineket szinkeli. Ó, ezt nem tudtam amúgy. Ezt nem tudtam. Szóval nem tudom, hogy ez a skines dolog, ez hogy működik egyébként a Tesseron. Jó, itt beállítjuk a számomra kedves holót. Valamiért ezt a holó C-t szeretem. Bár itt, hogy miért azt írja ki, hogy holó A, ez így nem működik? Bármit állíthatok be, az nem állítódik át. Ja, de átállítódik, csak nem frissül. Á, értem. Jó, hát akkor, srácok, ha átállítjátok az attachmentet, és netán nem frissülne, az azért van, mert... Hát na, most az ott nem frissül, de ott látjátok, hogy már az új van rajta. Ezen ne lepődjetek meg. Lehet, hogy ismert hiba. Ú, de jól néz ki. Amikor én csináltam, akkor nulláról kellett kezdeni, de kaptam mellé pár ezer kreditet. Aha. Nem tudom, hogy most hogy lehet a Tesseros account készítés. Ugye ezek az alap attachments skinek, ezekkel nem foglalkozunk. Charmok. Valami, a kis traktor mehet. Ha jó, akkor legyen már arany fegyver skinünk. És akkor van SDP, ez az SDP amúgy nem új fegyver, vagy ez kinél van még? Kinek van még ilyen SDP-je? Amúgy nekem itt a zebra, Rizsi. Itt a zebra. A mozinak van SDP-je? Ó, köszi. Mehet rá a lézer, jöhet a claymore. És akkor még az appearance-ét megnézzük. Na hát úgy néz ki, hogy nem kaptunk season passos, vagy mi? Battle passos skint, vagy ear passos? Mit tudom én? Passos skineket nem kapott a karakter. Operator guide. Na ezt, látod? El lehet dobni, sutty, és akkor gurul. Aztán húzza a falat. Igen. És át lehet menni a falon. Bizony. Át tudsz menni a falon. És tud pattogni is. Bizony. 3-mal kezd. Nagyon jó. Itt még azt is leírják, hogy a Harbury Charge-ot hogy kell felrakni a falra. És hogy azonnal aktiválódik, miután deployoltad. És persze rá egy időre robban csak. Ja, kb. 5 FPS again. Hát a lényeg ott van. Leteszed a Claymore-t, a jéger átmegy rajta, felrobban. Na nézzük, hogy kell drónozni. Eldobod, megnyomod az ötöst, ötössel kilépsz. Ez jó. Ha irányítom a drónt, akkor a V-vel tudok mozogni vele és ugrani a space-szel. Y-nal lehet pingelni, X-el pedig be lehet szkennelni az ellenfeleket. És lehet váltani a drónok között Q-val meg L-vel. Lehet repülőzni, hogyha hosszan nyomod a space-t. Le is lehet jönni, hogyha a szélén vagy a dolgoknak. Meg lehet fordulni, be is lehet ugrani a sérült barikádon. Wow, amúgy nem rossz. Bár én ezt így valahogy, tehát hogy én valahogy ezt az egész rendszert nem ilyen kis guide-okba képzelném el, hanem mit tudom én, tutoriál játékmód új operátorral, és akkor csinálj meg ilyen, meg olyan dolgokat, mit tudom én, mint például itt is, dobd el, lőj át rajta,
menj át rajta, ilyenek. Tehát, hogy jók ezek a videók, de hát valahogy ezt úgy képzelem el, mint az, tehát hogy ez most olyan, mint az RTS játékokban, a stratégiai játékokban, amikor így a tutoriál úgy van megoldva, hogy nesze neked egy kis lexikon, tanulj meg játszani. Semminél ez több, ez az operator guide, de ne vágja, tehát hogy a kis lexikont hozzám vágnak, nem fogom elolvasni. Tehát, hogy én valamilyen tutoriál módot, vagy nem tudom mit képzelnék el, ami így király lenne. Azt, ami csoda háttere van. Ha elterítom az alapbillentyűzet beállítást, hozzáigazódik a guide? Nem tudom. Aha, kettő claymore van. Nem tudom mikor jött ez a változtatás, de már kettő claymore van a claymore-os operátoroknál. Azt mondja, close quarter. Tehát lehet menni team deathmatch-ezni, meg lehet menni simán játszani. Ír hét elején? Aha, akkor azóta van. Régen a Twitch-en egy romos házba feltérképezni a robbanószereket, ilyenek. Hú, nekem ez már nem rémlik. De tényleg, volt ilyesmi. És azok nem is a... Volt ilyen... Fú, már nem emlékszem, hogy hogy hívták azt a módot. Szituáció! Volt, amikor, voltak ezek a szituációk, amikor ilyen három csillagosra kellett megcsinálni őket, meg realisztikusba is lehetett nyomni. Az nekem nagyon tetszett. És volt annak még egy elődje is, amikor azok nem a szituációk voltak, hanem rendes ilyen játék alapokat tanítottak, vagy tanítattak meg. Még bent vannak a szituációk? Wow, azt hittem már kivették. Úgy mindenkinek, srácok. Ó, a hétvégén mutatta meg Adrinak, mert ő még nem látta az Idris Elbás Siege-es promo videót, az annyira menő. Akkor még azt hittük, hogy ez egy olyan játék lesz, mint a SWAT. Most már ez nem olyan, mint a SWAT. De akkor még azt hittük, hogy olyan lesz. Három percet kell várni. Ami várható volt, hogy ennyit kell várni. Ugyanis tegnap már mindenki kipróbálta az új operátort. Most már senki nem játszik a test szerveren. Olyan, mint a Valorant. Micsoda? Kulcs droppok vannak? Beta kulcs droppok? Szia Lilith, van úgy mindenkinek, skacok. Na nézzük, milyen leakeket osztogattok még meg itt a Discordon. Aha, már valaki, hát ugye valakinek az apukája Ubisoftnál dolgozik, azt itt mutogatja, hogy milyen equalitek vannak. Na. Aha. Menő amúgy. Mármint menő az, amit még sose láttam és nem is hallottam róla. De állítólag szivárgások vannak a eHunter Discord szerver Siege-es szobájában, hogyha valaki esetleg ilyeneket akar nézegetni. Ilyen szivárgásokat. Mennyire jól néz már ki a gadgetje ennek a szivárgatott skinnek. Ez az új karaktered? Micsoda? Úristen, egy perccel túlmentünk. Ez itt amúgy a Q-szimulátor
Én emlékszem, hogy a test szerver az utóbbi egy évben már gyakorlatilag a Q-szimulátor. Ez új karaktered, merre 70-es. Igen, ez új. Amúgy, aki esetleg nem vágna, hogy miért 70-es az accountom, és miért nincs besorolva, és miért hívják ihanter.hm-nek, nagyon egyszerű. Tö-sö. Az azt jelenti, hogy csé. Ír 7, S2. Ja, és még azt is jelenti, hogy nem olvas címet. Biztos, hogy lesznek még ilyenek, srácok. Biztos lesznek még ilyenek. Ez itt a TeamSpeak-en játszódik. Ez egy nagyon retro dolog. Aztán a következő meccs pedig a Ventrilón fog. Aztán X-Fire-en fogunk dumálni, ott ilyen csapat chatbe. Aztán MSN-en megrezgetlek titeket jól. Aztán IRC-n fog felmenni a szerveretekre. Jaj! Cidi, nagyon jó az, hogy írtál a chatre. Nagyon szépen köszönöm. Már 2 hónapja a támogatásodat, Elementor. Köszi, hogy a Prime-odat még mindig rám használod el. Phoenix, köszi szépen a 200-as sírt. Sírós arc. Eliana, köszi szépen a sihús 100-as bitet. Szemánz, neked is. Valamint Cidi, köszi szépen a 27 hónapnyi támogatásodat. Immáron Prime-mal. Mióta. Köszi, köszi. Mizus Xidi. ICQ-n voltak ilyen számok a felhasználóink, nem? Végül pedig a chatponton. Nem. A Vampire Survivors klón ez a játék nem lehet, mert a Vampire Survivors-ben mindig történik valami, itt pedig csak várunk. Mondjuk a várás is egy történés. Bocsánat, ne haragudjatok, a Skype-ot egyébként kihagytam. Skype. Már is kapjátok, azt mondja, hogy Skype. Ti ezt miért nem halljátok? Elkezdtem lejátszani itt a hangot, és nem hallatszódik. Azt mondja, hogy... Jó. Na, most már hallani fogjátok. Ez az. Ez az. Jó. Jó. Ez rendesen olyan, mint hogyha forzáznánk, vagy én nem tudom. Anyám, ez a hang kiűzött a világból. Na. Ah, ez az. Zene füleimnek. Egy jó kis Teams call hang. Mondom, olyan, mint hogyha forzáznánk, mert a forzában vannak ilyen duda hangok. Emlékszem, amikor a Frozival nyomtuk a forzát, akkor nekem valami ilyen hangom megvolt. Egy jó kis MSN? MSN-ben voltak ilyen? Már nem emlékszem. Azt tudom, hogy én valami MSN Plus-t használtam. MSN Messenger Sound, ez micsoda? All Sounds, na ez elég komoly. Nyomjál valamit. Ja. Úristen. 1999 BN hangok voltak. Aztán. 2002-ben meg ilyenek. Ú, ez egy jó kis rezgető hang. Bocsánat. Halkabbra veszem, bocsi. Na ez az, ó, ez nagyon jól esett. Mondjuk, én sose kaptam e-mailt MSN-en.
MSN-ben a végén már csak az emojiból álltak az üzenetek. Hát az igazán menők azok az ilyen gicses betűket küldték el. Fú, az nagyon durva volt. Már ne arra aggódjatok, akinek a K-ja, beírta a K-t, azt így elkezdett villogni. Meg ilyen, mit tudom én, nem, elvileg lehetett e-mailt küldeni, Rihanna, igen. Én meg nézem, hogy ki a retek hívésról. Én hívtalak titeket. Meg puszi volt az a, meg volt az a puszi, ami kijött a képből. Jézusom! Az volt a jó, hogy kiírta, hogy milyen zenét hallatsz. Bizony. Mondom, én használtam olyan MSN Plus-t is, és olyan menő voltam, srácok, olyan menő voltam, hogy amikor elérhetőbb volt a státuszom, akkor ilyen zöld volt, volt egy profilképem, és zöld volt a háttere. Ha benyomtam magam bizibe, akkor piros volt a háttér. Ha nem voltam gépnél, akkor meg sárga. Az, hogyha kiléptem, akkor meg szürkébe váltott. Hát úgy űztem az MSN-t, hogy csak na. A game kapocs, az nagyon menő volt. Mondjuk én nem game kapcsot használtam amúgy a Word-nél, meg az ilyen office-os cuccoknál. Micsoda feature, ugye? Azt se tudom, mert milyen feature-jei voltak az MSN Plus-nak, vagy hogy is hívták azt, MSN Plus? Messenger Plus. Tessék. Messenger Plus. Custom status tag. Ó, meg tényleg lehetett ilyen színes nevet is beállítani. Hát persze, hogy rögtön színes nevem volt a Messengeren. Event logging, chat logging. Automatikus válasz. Hoppácska. Messenger locking boss mode. Hát ez fantasztikus. Nekem valami feature-öket mondja, hogy mit tudott itt ez az MSN Plus. Ó, én valami régi képet akartam nézni. A pluszban csak az volt a gáz, hogy akinek nem volt, az nem látta. De mit nem látott, Léto? Amúgy még várunk egy fél percet, jó, amúgy most már nem változik, nem várunk többet, átlépek a Smurfönbe. Tehát, hogy azért nem hívva minket a meccs, mert... Amióta szuper titkos siege buildekhez férek hozzá, amikkel akkor is tudok játszani, amikor mások nem, azóta nem tudok a normális test szerveren játszani a normális accountommal. Hát kell lépnem a Smurfembe, pillanat. Tehát, hogy nem lehet, hogy 3 perc a queue, és 10 perc, 11 perc alatt nem akar minket behívni. Voltak ezek a mini programok, szétverheted az asztalt, meg jött a télapó és hőbörgöt, elpakolta az ikonokat. Nem tudom, én ezt a valami Aeroman, vagy Stickerman, vagy mit tudom én, micsodát néztem mindig videót, mondjuk nem mindig néztem, de hogy azt mindig csodáltam, igen, ezt a szót kerestem, hogy így az asztalon csinál dolgokat, az így megvan nektek? Ja, lehet, hogy Stickmannek hívták. Ja, aha, arra gondoltál, te is, Trianna? Uh-huh. Na, én már azt sem tudom, hogy mi van a Skype-ommal. Múltkor néztem, hogy valamelyik Microsoft accountomhoz hozzákapcsolták a Skype-ot. Azt sem tudom, mi van vele. Régen nagyon sokat használtam. De ahogy látom, most már nincs is konkrétan Skype accountot, hanem Microsoft accounthoz tartozik. Pedig azt hittem, hogy elveszett. Színes hátterek. Na olyat szerintem én nem használtam sose, Léto.
A Messenger Plusnak csak azokat a dolgait használtam, ami így. This wasn't supposed to be easy, you know, but what you're feeling, it will pass. Amit így mindenki látott. Elindult 4K-ba. Na, erre mondtam, hogy ez ilyen újdonság. Ez itt alul. Jó. Shooting range, operator guide. Szóval elindult nyitatunk még egy zacskót. Ez az. Na. Adjad. Ez nem olyan menő, mint amit én nyitottam. Most újra beállíthatjuk az operátort, ne haragudjatok. Mit is akarunk állítani? Igen. Scope. Hát itt nincs semmi, de azért biztos van valami. Charmunk sincs, nem baj. Attachment skin az van. Azt nem állítunk. Jó, lézert felrakjuk. Csá. És akkor meg is vagyunk. Mert a játék. Csak annyit átállítunk rajta, hogy nem áll 4K-ba. Induljon itt el nekünk a dolog. Ott van. Mehet a 120 Hz is végül is. Most az előbb miért nem hívott be? Hát most mondtam el. Az előbb mondtam el. Hogy azért nem hívott be a játék. Na, itt be van nyomva az Nvidia Reflex is. Na de jó, ez most bugos? Jó, ez csak bugos volt. Jó, a remegést is kinyomjuk. Jó, talán így most már tudunk játszani. Hoppá, azt írta, hogy nincs hozzáadva account phone number. Lehet, hogy így nem fogunk tudni játszani. Szóval, hogy azért nem hívott be a rendes accountomon a test szerver, bármelyik klienssel próbálom, akár a Ubisoft-ossal, akár a Steam-essel, mert amióta hozzáférek olyan Siege buildekhez, amikhez más nem férhet hozzá, átlag játékos, hanem ilyen content kreatoros, egyéb speciális újságírós build, amikkel mások nem tudnak játszani. Azóta nekem a rendes kliens nem működik egyáltalán, nem hív be a meccsekbe, és írtam a supportnak, és a support azt mondta, hogy a routeremmel lehet valami, meg telepítsem újra. De szerencsére van másik accountom, úgyhogy meg tudom nektek mutatni, hogy mik vannak a test szerverem. Alul miért csak Warden és Crash jele volt? El a Zófia melózi? Ja, nem tudom. Nekik nincs meg ez a kis pisztoly? Nem vágom. Wolfgard. Ez a Wolfgard, ez így csak a lore szempontjából érdekes. Ez olyan, mint a Kalinak a csapata a Nighthaven. Ebben meg van nekik? Mennyit kell várni most? Mekkora a queue time? 2:51. Biztos be fog amúgy dobni. Biztos be fog dobni. Biztos tudunk majd játszani, csak szívás, hogy fennáll ez a helyzet. Bocsi. Bocsi. Azért most azt nem akarom, hogy custom game-ben megmutatom nektek az operátort, mert az milyen. Értitek. Ennyi erővel videót is nézhetnénk. Meg vagyok-e fázva? Nem. Nem. De iszom a teát. Miért haltam úgy ki az MSN? A Skype miatt? Nem, hát a Facebook miatt. Szegény MSN. Igen, mert van info, hogy kik lesznek a Wolfgárdosok. Igen. A gonosz Facebook. Kicsit olyasmi?
Nem tudom, folyik az orrom, meg minden bajom van most, de amúgy nem tudok róla, hogy meg lennék fázva. Na hát túlléptük. Túlléptük a 2 perc 51 másodpercet. Allergia? Az könnyen lehet, de még sose voltam ilyen allergia tesztem. Jajaj, most jöttem ez a tesszeró, hányan vagytok, jöhetek? Vagy ez rengt? Hát te nagyon gonosz vagy, Vexol. Nem macskára vagyok allergiás? Anyom a macskára allergiás, de hogy nem volt mindig allergiás, allergiás lett. Macska szőre. Én a macskára vagyok allergiás, ezért csak 2 van otthon. Palácska alszik most nálunk. Jaj, amúgy olyan jó képeket csináltam Kalácsról. Sajnos a zöld háttér tönkre fogja tenni. Mindjárt keresek valamit, hogy megmutassam nektek Kalácskát. Megvan. Mármint nem Kalácska van meg. Gyorsan elrejtem itt a szex képeket. Mindjárt kedvet kapok tarkovozni, úgy néznék én is ilyen töltőképen. Hát igen, ennyire be tarkovozhatnék is. Ebben. Igen, segz. Jó, oké. Okay. Na, megnyitok 2 képet. 2 kép csak elég lesz. Ez az. Na, ennyi elég is lesz. Ott vagyok én, meg a Kalács. Ott nyomom a sétáltatást. Kalácska sétáltatás. Itt a kert. Na, erre tok. Hoppá. Nem tudom, tudunk-e játszani? Meg kéne nézni a Team Deathmatch-et. Ott is ott a Kalács. Kell be pórázzal? Bármi van, bármi van. Az a póráz is olyan, hogy így nem fogja meg, tehát ki tud tolatni belőle. Tehát, hogy ez nem, ez egy hörcsög, vagy nem is tudom milyen. Tengeri malac póráz, vagy a fene se tudja, mi Adrinak volt. Jaja, bojtos fülű. Hát, na, most mutattam a kis cicámat, ameddig nem tölt be a játék, mit tudassak. Hogy elviseli a pórázt? Hát ha ki akar menni, akkor máshogy nem tud kimenni, szél a karcoló. Nem nagyon szokott egyébként kint járni, mert mint hogy ez most vidéken volt, és vidéken kert, tehát a vidéken, az udvarra, a kertbe, pórázzal viszem ki. Itthon anélkül. Itthon mehet anélkül is. Csak már láttam már olyat, hogy a macskán pórázon húztam maga után, miközben a macska a földön feküdt.
Ja. Hát, figyelj. Ha macskát akarsz sétáltatni, akkor a macska sétáltat téged. Nem te őt. Hú, na ez kemény lesz, srácok, ez a team deathmatch. Itt azt fogjátok látni, hogy jó párszor meghalok, srácok. Igen. Mint ahogy most is. Pálya az nagyon jó egyébként. Hú, mennyi szenz van itt. Azt nézzétek. Menjetek már, izé, mire vártok itt? Komolyan mondom. Idegesítő ez a villogás egyébként a feléledésnél. Gyere már a seggembe. Ó, basszus, mire észrevettem valakit, tehát... Most azt éreztem az előbb, mint hogyha kevés... Kevés lenne az 5v5, mert hogy így mennyi ideje tudtam már itt izé sétálni. Én nem találkoztam vele mivel. Ott is lehet ugrani. De jó. Nagyon jó amúgy ez a játékmód. Az a más kérdés, hogy én nem vagyok jó a Siege Team Deathmatch-ében. Az a villogás idegesítő. Hú, van baj! Jónak tűnik egyébként a fegyó. Aztán. Legalább fegyót húzni jó. Hát ez a játékmód nem arra van, hogy kielégítse az igényeket a kodozás helyett. Hanem arra, hogy gyakorolj a fegyverrel. Azt azért szerintem nem szabad elfelejteni. Szevasz, hűves ember.
Team Deathmatch-ezni akarnék, akkor nyilván én is akkodot nyomnám. Mondjuk az vicces, hogy éreztem, hogy nagyon noob vagyok ebbe a játékmódba, és még így is második lettem. Azért a 12 halál... azt azért kimaxoltuk. Személy szerint... Ne csipogj már! Személy szerint még azzal megfejelném ezt a módot, hogy mivel nincs operátor képesség, bármelyik operátort, bármelyik fegyverrel lehetne hozni, szerintem reális lenne. Értem, mire gondolsz. Nem tudom, itt amúgy... itt figyelembe van véve az, hogy egy operátornak hány HP-je van és milyen speedje van? Ilyen több életem volt, mint egy macskának. Na, még egyszer megnézzük ezt az új pályát, aztán megint megpróbálunk normális játékmódot menni. Hátha menni fog a Testing Grounds. Azon nem lehet, mert 5-es végigfut a pályán, egerezik, nem lehet se élvezni, se gyakorolni, de ez csak az én véleményem. Hát konzolon nagy probléma az egér billentyűzés. De hát... Az egy kellemetlen téma. Sajnos. Nem is figyeltem, mennyit kell várni amúgy a Team Deathmatch-nél. 2 perc. 2 perc nagyjából. Mondjuk még ez is sok. Még ez is annyi, hogy így... A tesztér várunk rá, de egyébként fene se várna rá. Nem is gondoltam, Lianna, hogy te ilyen Tarkov player vagy. Sajnálom a konzolosokat, de nem értem, hogy miért nem fogadják el, hogy az FPS, TPS zsáner a PC viszi. What? Harry? Hát ez micsoda? Hát az FPS játékokból, legalábbis az FPS-ekből a legtöbb az így konzolokon fogy. Hát egy sokkal több konzol shooter játékos van, mint PC-s. Olcsóbb egy konzolt beszerezni, mint PC-t. Hát akkor miért mondtál ilyet? Jó cucc a Tarkov, nagyon Lianna. Örülök egyébként, hogy vannak még játékosok, akik így szívesen belekezdenek újként, újoncként. Bár, hogyha nem játsza a fél életét valaki a Tarkovba, akkor gyakorlatilag minden egyes vibe-nál olyan, mint hogyha most újra kezdenéd a játékot. Legalábbis nekem ez az érzés. De én nagyon élveztem azt az 1 évet. Tudom, hogy jó páran nem élveztétek azt az 1 vagy 2 évet, amikor így masszívan nyomtuk a Tarkovot. Mert hátrányban van, aki kontroll-re FPS-edik? Hát nem tudom. Most az, hogy a Siege-be szar azoknak, akik konzolon nyomják kontroll-rel, az nem jelenti azt, hogy más FPS játékokban ez ne lenne jól megoldva. Szerintem, aki konzolos és játszott már shooter játékokkal, nem csak egyel, a Siege-el, az határozottan kijelenteti azt, hogy jó konzolon kontrollerrel játszani. Fortnite-ozni is szerintem nagyon jó. Én nagyon élveztem egyébként a kodozást például,
elképesztően jó volt kodozni kontrollerrel, úgyhogy én nem nagyon élvezem a shooter játékokat, de kodozni kontrollerrel, mint az álom, olyan jó volt. Siege-be brutál rossz voltam, de a kodot azt nagyon élveztem. Kb. Minden 8. konzol játékosra jut egy PC játékos, illetve azért natív kontrolleres irányítással is nagyon durván tolják egyesek. Sokszor azt gondolná, hogy az ember, hogy aim assist, azt nem megnézi, és nincsen. Ja, hát ki mire szokik rá. De amúgy kezdő játékosként az aim assist az így olyan, a Warzone-ba is például, hogy puhú. Az összes kodot többet nyomják konzolon, mindegy, hogy most az a multi része, vagy a Warzone része. Most megleptünk? Hát figyelj, szerintem a Siege, én nem tudom, én tényleg nem vagyok ebbe kompetens, de hogy ha választom kéne, hogy melyikbe volt jobb kontrollerrel játszani, úgyhogy utálok shooter játékokat kontrollerrel játszani, a Warzone és a Cod Multi, a Vanguard fantasztikus volt. De a Siege az meg borzalmas volt. Mondjuk még így is tudtam észelni vagy négyet ölni, de hát nyilván kezdőjátékosokkal. Meg kezdőjátékosok ellen. Nem tudom egyébként, valószínűleg a Siege lassúsága miatt nem olyan a controller support, mint a legtöbb shooter játékban. Gondolom én, nem tudom. Tehát, hogy... De az egyszer biztos, hogy nagyon sokan nyomják konzolról a lövöldözős játékokat. Én is boomer vagyok a shooter játékok kontroller használatához, Harry. Beállt elém. Hogy mi bajod van? Ez mit jelentett, srácok? Angolul beszéltek hozzám. Angli laliul. Siege-ben nincs aim assist? Na basszus. Hát jó, csak Siege-ben nem lehet egérbillentyűzettel játszani, csak akkor, hogyha veszel hozzá egy speckó átalakítót. Nem hivatalos átalakítót.
kodozni, meg lehet úgy, hogy beledugod az egeret, meg a billentyűzetet, azt nyomod. Basszus, átraktam az eratott vulkánra, miért nem mondtad ezt hamarabb, Ienter, hogy ennyivel jobban fut? Én mondtam. Mindenki vulkánba játssza az R6-ot, akinek nem lesznek tőle gondjai. Nekem villogott a kép, meg ilyenek, most nincs gond, tehát hogy ha tudjátok, akkor vulkánba nyomjátok az R6-ot. Sokkal jobb. Nekem pass! Nekem pelt. AMD-s videókártyáka nem lesz jobb a vulkánnal? Hát igazából tök mindegy, hogy milyen nem, mert hogy Nvidia-val is van gond, meg AMD-vel is, úgyhogy igazából aki, én azért mondom azt, hogy akinek jól megy vulkánnal, az nyomja, akinek meg szarabbul, az meg ne nyomja, tehát hogy én ezt szoktam javasolni. Wow, srácok első! Vulkánban gamenként állítanom kell a felbontást, hogy rezetelődjön az FPS 30-60-ra. Hát akkor nem érdemes neked a vulkán. De akinek jobban fut, az nyomja. Bekapcsoltam a vulkánt és konkrétan átlátok a falakon, meg látom a HP szintjüket az embereknek. Kivittük a Team Deathmatch-et, amúgy jó ez, ezt élvezem. Mondjuk az más kérdés, hogy hogy így ennek nem látom semmi értelmét. Tehát, hogy én a Siege-et nem emiatt szeretem. Tehát, hogy ha én ilyen játékmódot akarok játszani, akkor akkor inkább kodozok. De nyilván ez most nem annak van kitalálva, aki válogathat sok játék közül, vagy legalábbis 2-3 játék közül. Ez annak kell, aki úgy érzi, hogy szeretné javítani a célzását a játékba. Tehát, hogy jobban eltalálja az enemit. Jobban rákényszerít arra, hogy gyakorolj a fegyvereddel. Ha esetleg kevés lenne a terrorist hunt. De most az, aki játékos meccseken, casualba, unranked-en, ranked-en akar megtanulni játszani a játékkal, hát annak sokkal lassabb lesz ez a betanulós fázis, mint aki nyomatja mellette a terrorist huntot, az aim labot, ezt a team deathmatch módot. Szerintem ez a pálya jó egyébként. Nekem tetszik. Bár az előző körben nagyon azt éreztem, hogy az 5v5 az kevés. De talán, ha több lenne, akkor az meg már agyatlan darálás lenne. Talán ez az 5v5 így jó. Talán erre lett megírva ez a pálya. Sőt, biztos, hogy erre lett megírva. Úgyhogy aki nyomta a Team Deathmatch-ezést, az örülni fog. Aki nem nyomta, az meg azt mondja, hogy miért nem normális pályát kaptunk? A Ryzen előtti processzorokhoz ajánlott főleg sokkal stabilabb az API. Az helyzet, én nem vágom ezt a vulkánt, úgyhogy olyan sok mindent hallottam róla. Tényleg azért lett ez a hozzáállásom, hogy ha jól fut, akkor nyomjad, ha nem fut jól, akkor ne nyomjad, mert
Mindenki mondott már mindent, de azt se tudom, mi ez a vulkán, már elmondtátok, de elfelejtettem, szóval, hogy így. Értem én, hogy nem hivatalos kiegészítője a konzoloknak az egér, de miért nem? Hát... Konzol... Konzolt nem azért veszed ugye, hogy egér billentyűzettel nyomulj rajta. Megveszed, beülsz a kanapéba, azt nyomod kontrollerrel, ennyi. Azért egyszerűbb lekódolni egy játékot, hogyha csak egy ilyen eszközre írják meg. Hogy szuperál az új proci? Jól. Sokkal hűvösebb, mint az elődje. Most meg pláne. Tehát, hogy szerintem én ilyen 60 fokon láttam max. De bekapcsolom nektek a kocka számokat, aztán meglátjátok. De nem melegszik így a vízhűtéssel. Mostában nálam egy pár kör után az R6 elkezd szaggatni, ez a stabil 60 FPS megvan, és aztán se szó, se beszéd kifagy, és hogy csak a feladatkezelőből tudom bezárni. A Vulkan lényege, hogy low level API, mint a DirectX 12, erre mentesíteni tudná a procit, mert nem a proci intézi a dolgokat. Lehet, hogy erről valami videót kéne, ilyen oktató jellegű videót. Hozzá nem értőknek, szélre karcoló. Mármint ezt most értettem, amit írtál, csak hogy így mint a National Geographicon, meg a mit tudom én milyen csatornákon adnak ilyen oktató jellegű dolgokat, valami hasonlót kéne megnézni a Vulkánból is. David Attenborough kommentálja? Oh, az úgy még jobb lenne. Én azt mondom nektek, ebben a módban várunk 10 percig, ha nem indul el, akkor nyomunk egy custom game-et, azt csókolom. Három új operátor van? Nem, az a másik Siege, az a másik Siege, azt úgy hívják, hogy Vampire Survivors, és ott jött három új operátor. Marabio, Galló, meg Divano. Ott jött három operátor. Az egyik titkos. Az egyik titkos. A Mad Forestbe kell megszerezni. A Marabiót. Szia, Dúnyuska. Üdv mindenkinek. Eltelt a 2 perc 52. Kasztembe kell lenni mi? Nem, nem kell. Köszi szépen, Őzike. Egyedül nyomó, hogyha már nem akar behívni a Tesseró. Megnézzük a képességét, az csá! Nagyon izgalmas, nagyon intenz. Ebből V-Rising lesz. Nope. Viszont a délutáni program változott. Milyen újítások jönnek? Olvastam Twitteren, de hát ha van még valami. Ennyi. Tomi, ennyi. Amit kértem Twitterre, azok vannak. Másról nem tudok. Vagy nem vettem észre, hogy írtátok, hogy jött még más dolog. Felkiáltó el, mit is kell beírni? Vector Glare, felkiáltó el, Vector Glare, igen, azok vannak. Meg vannak ilyen lékek is nyilván, de az a Discordon van, Siege szobában. Ó, oh, szemez, nagyon szépen köszönöm.
Esik le mindenhonnan a fülesemnek a bőrpárnájának a darabjai. Már 5,5 perc, ebből nem lesz tesszorú, az az érzésem. Lehet. Szevasz, ja, jó, de hát így van. Jó étvegyet mindenkinek, aki most ebédel. Ezért kell szöveteset venni? Lehet egyébként, hogy az én buksimra olyan való egyébként. Mi lett az új programom délutánra? Hát a HD-sz helyett, de ezt már igazából már pedzegettem nektek, hogy nagy valószínűséggel tudok majd ma Sniper Elite ötözni, de inkább a csütörtököt írtam be, mert a csütörtök volt a biztos, akkor lesz a megjelenés csütörtökön, de ma már tudom nyomni nektek délután. A bőrlemeléssel lehet kezdeni valamit, vagy csak vele élni? Hát igazából annyit lehet csinálni, hogy kicseréled a párnát. Egy új párnával. Vagy másik borítású párnát veszel rá. Én most ezt a memória habosat próbálgatom. Ez olyan, hogy mi bőr. Itt pedig memória habos ilyen szövet. És hát ez egyelőre jobbnak tűnik. Ugye a műbőr bőrpárnába az a jó, az a kifejezetten jó dolog, hogy nagyon jól szigetel. A szövet nyilván nem szigetel annyira, ez meg a kettőnek a kombója, hát most nem tudom megmondani nektek, hogy miben jobb egy szövetnél. Memória habot se tudom elképzelni, hogy mennyire lesz majd ez jó. Remélhetőleg beáll a szemüvegem izére, és akkor ott nem fogja annyira kikezdeni a szemüvegem. Wow, ez tök jó, mert egyszerre kényelmes, a bőr meg jobban szigeteli a hangokat. Ja, és ugye úgy van megcsinálva, hogy a bőr az így a fejedig van, és a fejed, ami a nagyobb rész a fejeden van, az meg szövet. Tehát, hogy ez így van kitalálva. Tehát a fejed részén, ahol nem kell szigetelni, ott kényelmes, igen. Igen, igen. Jaj, amúgy Laksai, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 13-as számú hónapú támogatásodat. Köszi szépen. Vagy már megismerkedtem? Nem baj, a jóból kell még. Köszi szépen, meg köszi a pergetést mindenkinek. 8,5 perc. 8,5 perc. Jajjaj, jójój. Én bízom benne, srácok. Én nagyon bízom itt a játékba. Megnézzük a Steam chartsot is, mit szóltok. Még egy ilyet megteszünk. Mennyien játszanak ezzel a játékkal. Rainbow Six. Siege. Tesszerver. Hoppá. Hoppá. 21 ember. Na, ne szívas. Azt mondja a Steam chart, hogy 171-en nyomják Steamen keresztül, ugye? Tehát ezt úgy kell számolni, hogy hát én megjózom azt, hogy 5-tel meg kell szorozni most. Tehát ugyan 600-an játszanak. Mondjuk, ha 600-an játszanak, akkor lehet, hogy nem 5-tel kell megszorozni. Ja, akkor vegyük azt, hogy 400-an játszanak, de hát akkor is, hogy nem talál meccset? Hogy lehet a test szerveren játszani, külön le kell tölteni, és ha igen, honnan? Nekem a Steamen megjelent mint plus opció. Tessék. Azt mondja, hogy Steam. Könyvtár. És Tamás, beírom, hogy Tamás. Azt kidobja, itt van, test szerver. És innen le tudom tölteni. Uplay-be pedig itt van. Azt mondja, hogy Tamás, beírom itt is.
Tamás Clancy, Rainbow Six, és akkor ott van egy test szerver. És akkor úgy le lehet tölteni. És ez most el is van indítva. De hogy ha nektek nincs ott, akkor mit kell csinálni, hogy ott legyen? Hát, na, ezt nem tudom. Hogyha nincs ott nektek a test szerver a rendes Siege mellett, akkor nem tudom, mit lehet csinálni. Az se, hogyha Steamen nincs ott. Nekem, azt hiszem, 2018 óta? Vagy 19 óta? Hát, már lehet 17 óta van test szerveres hozzáférésem. Akkor még így külön kellett kérvényezni a Siege oldalán, hogy lehessen. 11 perc, srácok. 11 perc. Várjuk meg a 15-öt, legyek rendes és kedves 15 perc. Mondjuk... Nem. Meg kell szarni, megyünk egy izét. Custom game-et. A bőrpennáknak gyengéjük a szakáll és a frissen nyírt rövid haj. Az én fülesem egy jó példa rá. Na, te így szoktad használni, mert így nyomod? Mondjuk valakinek a szakállában van a füle, csak viccelek, nyugi. De értem, tehát hogy igen. Ja. Hát nem tudom, nekem inkább a hát hogy lehet ezt jól mondani? A zsírosodó fej az, ami előbb szétszedi, mint a haja. Ha nincs test szervertek, írjatok a supportnak, nekem másnap adtak. Ó! Oh. Na, mit akarunk menni? Hát nyilván nincs itt a playlistem. Mindegy, akkor jó lesz nekünk a túsz. Túszozunk játékosként, és azt hiszem itt vagyunk jók a kék csapatban. Az operátor info felett elfutottam, mondjuk béta alatt bent kellett volna lennie, mint sok másnak. Ja, igen. Én ennek a guy-nak örülök, hogy van. Tehát itt most jól lett volna átállítani, hogy ne legyen már drone phase. A másik accountomon van a playlist, az előre beállított playlist, itt nincs. Ha látjátok, 20%-os processzor használat, 40%-os videókártya. És stabil 120 FPS. Ennyi erővel akkor lehetne menni 4K-ra is. Kíváncsi vagyok, hogyha 4K-t beállítjuk gyorsan, akkor mondjuk nem tudom, mennyire fog ez így menni menet közben. 50? 60? Hát valahol itt van. Legyen 50. Ez dupla annyi. Ó, hát ez a vulkánnak szintén nem kotja meg, tehát simán tudnék 4K 120-ba játszani Siege-et vulkánnal. Na de a lényeg, srácok, az ez. Ott a kivetülés. Tényleg nem lehet kilőni. Át lehet rajta lőni. Látjátok? Wow, hát ez nagyon menő. És hogyha mondjuk innen dobom el. Wow, ez is milyen jó. Mondjuk ott át lehet nézni. Az ott valamiért nem nyílt ki. Elég király. Elég király, és hogyha mondjuk ledobom a tetőről.
Ezen most így nagyot nem tudok nektek mutatni, mert hogy így nyilván ez gameplay kellene, de hát hogyha nem hív be a tesszerrel, akkor nem lehet gameplayt mutatni. Wow. Látjátok, a lövés az átmegy rajta. Warden, Glass, Bulletproof kamera, Maestro, az így átlát rajta. Ennyi. Ó, hogy így rögtön feldobja ide. Na, ez amúgy király. Nyomsz egy eszket, azt itt vannak ezek az infók. Mondjuk, nem biztos, hogy ez ilyen jó, hogy itt rögtön itt vannak ezek az infók az arcodba. De itt vannak ezek a guide-ok. Hát ezt nagyon sajnálom, srácok, hogy nem tudtam normális meccset menni. Vegyünk még egy tesszer, majd egy indet meccset lezárásképp. Jaja, a valikás fal itt is megjelent. Na most annyit állítunk, hogy 55 helyet felhúzzuk 100-ra. Jelenleg most 4-szer nagyobb felbontásba fogja lerenderálni. 2-szer? 2-szer nagyobb ugye a szám, de az azt jelenti, hogy 4-szer nagyobb, tehát 4 1440p-s monitornyi anyagot fog lerenderálni a videókártya. A Glass változtatáshoz mit szóltok? Mármint hogy kap SMG-t? Server. Az a helyzet, hogy 2018-ban mondom nektek mindjárt, hogy mennyien játszottak a játékkal. 2018. februárjában 20 ezer ember játszott a játékkal a teszt szerveren. Aztán májusában 16 ezeren. A legutóbbi ekkora peak 2020. augusztusában volt 14 ezer ember. Aztán 7000 volt 2021 februárjában, és azóta megy lejjebb, és az elmúlt egy évben meg már alig játszanak. Tehát, hogy így ez a test szerver, ez így dead. Ez így totál dead. Ez totál dead. Mondjuk meg is értem, hogy nem játszanak az emberek tesszeron, mert minek? Hát, hogy így. Totál megértem a dolgot, csak a Ubisoft részéről ez szíves, hogy még annak is elmegy a kedve, aki szívesen játszana. Tehát látjátok, egyszerűen nem hívott be a Testing Grounds, team deathmatchezni, meg nyögvenyelősen lehet. Na nézzük. Na hát akkor, amikor 20 ezeren játszottak a Tesseron a Siege-el, akkor az alapjátékkal 176 ezeren Steamen. Azt nézem, hogy 2021 márciusában volt a nagy peak, 200 ezer, és azóta folyamatosan megy le a játékos szám. Az komoly. Az komoly. Nem, hanem hogy 3 speedes itt a test szerveren. Komolyan 3 speedes lett a Glass, haló? Az így elég komoly. Tényleg. Ha. Nem is tudtam.
Nem is tudtam. Köszi az infót. Ezt nem tudtam, srácok. Jaja, megy le a player base sajnos. Tehát tavaly márciusa óta csak lefelé tart a Siege. Ez szomorú azért látni. Tehát tavaly augusztus 30 óta idén március 7-éig bezárólag csak lejtmenet volt. Október, november, december, január, február, március. Fél éven keresztül csak lejtmenet volt a játékos számot illetően. Most március 14-én volt egy peak, de azóta is megy lejjebb. Hát ez nyilván, tehát hogy azt nem lehet nézni, hogy most három hónapon belül lejtmenet van, de így egy hosszabb távon azért az elég látványos. Basszus. Ha honorálnák az elvégzett munkát, tesztelés, esetleg megérné játszani a Tesseron? Hát igen, mit tudom én, 10 meccset játszol, jutalom. Vagy nem tudom, valami ilyesmi, de hogy nincs ilyen. Ez már szerintem régóta, tehát hogy amiért másoknak fizetnek tesztelés, azt miért csinálna meg egy játékos ingyen, azon kívül, hogy fanatikus a rajongója. A tesztelők több mint 50%-a nem is jelentget hibákat, mondjuk én se nagyon, mondjuk nem is nagyon találkozok. A tesztelők, akik úgy tesztelnek, hogy fanatikusan és lelkesen, hát azok meg jelentgetik az R6 fixen a dolgokat, és azért jár jutalom, de azért nem, hogyha csak simán játszol. Szóval a fanatikus tesztelőknek jár jutalom, az ilyen casual tesztelőknek, akik csak igazából játszani akarnak az új operátorral, meg az új módokkal, azok azok nem kapnak semmit. Kopper szinten várni se kell, annyian vagyunk, nem szabad fejlődni platnál, annyit vársz, mint Tesseron. Komolyan? Hát csak nem. De én nem tudom, én a plat körül nem vártam annyit. Azért egy-két perc alatt behívnak a ranked meccsek is. Na jó, itt megvárjuk a 10 percet, aztán csókolom. Vigyel, elalszok. Szerintem sehol nem kell várni 5 percet. Ott valami Q para van, hogyha valamelyiknél 5 percet kell várni, vagy 3-at. A Tesseron populációval van gond, igen, Ampucius. Mehet egy fogadás, hogy lesz meccs 10 percig? Hát az már késő lenne. Miért nem Vampire Survival ez az Aladdin? Hát... Bárcsak Renta. Én megmondom őszintén, nagyon lelkes Siege játékos vagyok. Ha nem lennék lelkes Siege játékos, akkor 4 perc után azt mondtam, hogy köszönöm szépen, ennyi volt a Tesseron nézegetés. Én lelkes és elkötelezett Siege játékos vagyok már a megjelenés hónapjától fogva. Szóval az pixel ilyen. Hát jó, hogyha nem tudom, az USA streamereknél szerintem más a helyzet. Szerintem abban a régióban kevesebben játszanak PC-n. Mint az EU régióba. EU PC régió populárisabb, mint az USA PC régió. Ez most csak egy erős feltételezés, nincsenek bizonyítékaim most ezzel kapcsolatban.
Hát az, ez durva, hogy már egy Team Deathmatch módra se hív be. Persze, persze, USA-ban nagyon sokan van. Tehát USA-ban sokkal több embernek van konzolja, igen. Jajjaj. Hát... Igen. Discovery Quick Match. Hát a Discovery az sokáig tart, a Quick Match az nem olyan sokáig. Tehát a Q tovább tart, mint a match maga. Úgy érzem, hogy lesz dolgom azzal, hogy... Hát a mai vodot azt nem úgy fogom felten, hogy tegyem fel így. Hát felteszem, legalább tudjátok nézni az unalmas részeket is. Amikor csak beszélgetünk. Ha valaki csak arra kíváncsi, hogy beszélgetünk a Q-time alatt, akkor meg tudja nézni, de amúgy ennek annyira nincs értelme. Tessék, le is járt a 10 perc. Megnézem azért. Most már be se akar hívni. Lefagyott? Igen, ez a Discovery Quick Match volt. Azt írja még mindig ki, hogy 2 perc, de hát az átverés. Erre pedig azt írja ki, hogy Testing Grounds. 2 perc 51. Ja. Ja, igen, igen. Hát, megnéztük, amennyire tudtuk, srácok, ezt a test szervert. Ilyen volt a test szerveren, ez az Operation Vector Glare. Nem tudtunk normális meccset menni, mert nincsenek játékosok. Már 2018 óta csak lejtmenetben van a Tesszeró. Meg tudtuk nézni legalább az új Team Deathmatch-es pályát, aminek nagyon örülök, de csak az új operátor gadgetjét nem tudtuk letesztelni. Én még mindig azt mondom ezzel kapcsolatban, hogy itt a Tesszerón kéne, meg nem csak a Tesszerón, hanem a rendes szerveren is kéne valami olyat csinálni, hogy amikor becsatlakozol, akkor kiírja azt, hogy nem csak az, hogy 2 percet kell várakozni, hanem azt is, hogy hány ember van a Q-ba. Tehát, hogy így lássunk számokat. Lássuk azt, hogy hány ember próbálkozik. És hogyha próbálkozik, akkor láthatnánk azt, hogy mióta várnak, mit tudom én, ilyen információkat. Azt látom, hogy 0 ember vár, vagy az, hogy 2, akkor meg se próbálok belemenni egy módba. Na mindegy. Részletkérdés. A karakter egyébként tetszik, amit így Team Deathmatch-ben láttam. Bár akkor inkább azt mondom, hogy a fegyvere tetszik az új operátornak, jókat lehet vele lőni, dobtáras, tehát hogy rengeteg golyó van benne. Hasonlóan jó lesz, mint a Zsákáléknak a PDV-je, én azt nagyon élveztem, és hát ez egy újabb dobtáras fegyver. Ami szintén szerintem jó lesz. Mondjuk azért a Lion dobtárás fegyvere még mindig durvább, mint a zsákeléke. Legalábbis az én kezemben. Mit lehet elmondani? Egy csomó minden nincs bent egyébként, amiről így twitteltem, hogy újdonságok. A rászkódást azt amúgy meg tudtuk volna nézni, bár így a Tesseron, nem tudom. Ez így ki volt kapcsolva, de én nem tapasztaltam, hogy így most ez így mennyire hatott a gameplayemre. Nyilván azoknak jobban hat a gameplayre, akik kikapcsolják, akik így komolyabban tolják a játékot, mint én. De így most nem éreztem azt, hogy ettől nekem jobb lenne, hogy nem rázkodik a képernyő. Valószínűleg ez nálam lassabban fog kijönni, hogy de jó is volt, hogy ezt benyomtam. Milyen okosságot lehetne még elmondani? Az a helyzet, hogy így megmutogattam nektek azt, hogy mik azok, amik jönnek ebbe az operációba, átbeszéltük, és itt a Tesseron, meg ezt nem tudtam kipróbálni, szóval ha majd jön élesre, akkor élesbe fogjuk megnézni ezeket az újdonságokat, ha már itt a Tesseron, erre nincs lehetőség. Hát akkor BRB 2 hét múlva?
Igen. 2 hét múlva újra próbálkozunk. Jó? Azért remélem, hogy tetszett még nektek így is ez a Siege-ez, és hogy főleg amúgy nem játszottunk, hanem átbeszéltük a változtatásokat, amit ez az operációhoz. Hát az, hogy átbeszéltük, inkább csak elmondtam az újdonságokat.